ha már van itt egy ipari terület, ami valaha ugyan szebb napokat látott, és megszűnt az ipari tevékenységnek a nagy része, óriási környezeti károkat hagyva maga után, részben történt kármentesítés, részben nem. De ha már megvan az adottság, megvan az infrastruktúra, megvannak a szakemberek, nem ördögtől való elképzelés az, hogy a Balatonparton ismét ipari tevékenység folyjon. Nyilván egy környezetkímélő, környezetbarát iparnak a betelepítésével. A második világháborúban Németországnak elfogyott az üzemanyag, nagy baj volt, amikor már gondolkodtak ugye a háború menetét illetően. Ekkor ők szintetikusan állítottak elő benzint. Ez úgy történt, hogy nagy hőmérsékletre felhevítettek szenet, ráfújtak vizet, lett belőle szénmonoxid és hidrogén, ebből a gázkeverékből pedig katalizátorral, kis nyomás alatt szintetikus üzemanyagot lehet előállítani. Először is ez egy gazdaságos technológia, ha az olajár följebb van, mint 60 dollár per hordó. Jelenleg ez már igencsak így van. Ez az eljárás viszont még érdekesebb és még gazdaságosabbá tehető, mert természetesen ilyen körülmények közt miért kell erre vizet fújni? Jó, hogy nem karsztvizet, amit el akarnak adni itt a Balaton felvidéken. Ide nagyon jó lesz a szennyvíz is. Tökéletesen jó. Ugyanoda fog lebomlani. Ha ez a szennyvíz van erre a történetre rávíve, akkor ebből pénzt lehet termelni. Ez alapanyag és nem szennyvíz a továbbiakban. Tovább megyek. Miért kell oda szén? Hát széntartalmú anyag van itt. Itt jöttem a Balaton parton, nincs learadva a nád. Ott az uszadékfa, tele van szeméttel. Mind-mind széntartalmú hulladék. Ezt is fel tudjuk hevíteni a szén helyett, és ehhez kell adni a szennyvizet, és fillérekből jön ki az üzemanyag. Az egy dolláros üzemanyagot ki lehet hozni 8 centből. Például a begyűjtött, de vissza nem hasznosított, műanyag hulladékokból 600 ezer tonna képződik évente. Ezt viszonylag kis mértékben ki lehet egészíteni különböző egyéb hulladékokkal, lakossági kommunális hulladék szerves anyagtartalmával. Ha ezt kiegészítem, akkor kijön durván 1 millió tonna. Ha 1 millió tonna hulladékot dolgoznánk át üzemanyaggá, ez az össznemzeti termékbe 2000 milliárd per év forint árbevételt, többletnövekedést jelentene. És ehhez nem szükséges csak 100 milliárd forint egyszeri befektetés. Nem levegőbe beszélünk, hanem tudunk jól fizetett munkahelyet teremteni, tömegével el tudjuk takarítani azt a szemetet, ami idáig nekünk költség volt, hogy eltakarítsák, most pedig átmegy haszonanyagba. Például a víz helyett még csak nem is szennyvizet használok, hanem hígtrágyát. Tudják, hogy mibe kerül ennek a közömbösítése? Hát ezzel tönkre van téve a magyar paraszt. A magyar élelmiszeripar. Csak nem tiszta víz, bármint műszakilag értem, és nem biológiailag, a vágóhídi mosóvíz, a vágóhídi hulladékok. Ezekből mind-mind ezt az alapanyagot elő tudjuk teremteni. Az előbbi számadatokat, amit elmondtam, az 30 forintos, úgy van számolva, hogy 30 forintot adok a hídmérlegen, a gyártelepi hídmérlegen, amit hoznak nekem hulladékot. Most tessék elképzelni, nyilvánvaló, hogy egy olyan hulladékért azért ez egy nagyon jó fizetés, aminek idáig nem volt értéke, vagy nagy pénzt kellett érte fizetnem. A magyar föld megtartásának van egy ilyen aspektus, hogy a mezőgazdasági hulladékokat kombinálom, a nagy széntartalmú hulladékokat, így például a kukoricaszár, nem kell nekünk kukorica, bioalkohol, meg ilyesmi, eleve szemfényvesztés. Hát tudják, hogy például amikor cefrét erjesztek, akkor 16% tájékán megszűnik az erjedés. Be kell főznöm, ki kell párolnom, hogy használható medűt kapjak a végén. Na most, ha ezt a 16%-os alkoholt 98%-os ipari alkoholra párolom be, akkor ennek az energia szükséglete pont akkora, mint amekkora 1 liter tiszta alkohol energiatartalma. Magyarul helyből veszteséges a történet. Mi nem veszteséges ebbe?
Az, hogy jelenleg a bioetanol, metanol, mit tudom én, mi bioüzemanyagok támogatva vannak. Itt azért jön be a külföldi, hogy lenyúlja a támogatást, azt, amit az önök pénzéből összeadunk. Tehát önmagába véve ez a történet nem jó, és nem nekünk hoz hasznot. Azt szeretném, hogy állami beruházásokból hajtsunk végre a zöldipar területén munkahelyteremtést, és az így megtermelt pénz egyrészt a munkahelyen dolgozókat boldogítsa, másrészt vissza legyen forgatva a magyar gazdaságba úgy, hogy további munkahelyek és a jólét felé menjen és fedezze, finanszírozza a beruházásokat. Erre van ilyen lehetőség. Másik lehetőség. Széntüzelési erőművek kizöldítése. Meglepő dolog, de nem is annyira. Jelenleg ez az Egyesült Államokban már megy. De az, hogy csökkentsék a széndioxid kibocsátást és a környezetszennyezést, úgynevezett tiszta széntechnológiával dolgoznak. Mit jelent a tiszta széntechnológia? Azt jelenti, hogy a szénre rábocsájtom a vizet, mint ahogy az előbb elmondta, és az így felszabaduló gázt megtisztítom, és a tiszta gázt égetem el. Így nem szennyezi már olyan mértékben a környezetet. Viszont ugye így szükség van a szénre. Mit jelentene ez a mi relációnkban, itt a környékben, különös tekintettel, hogy van szénvagyon jelentősen a Dunántúlon is? És egyáltalán nincs a jobbik a szénbányászat ellen, mint ahogy ezt nehányan elő akarják adni. Nem. Mi akarjuk, de tiszta széntechnológia felhasználását. Azt akarjuk, hogy akkor a szén így elgázasítva kerüljön felhasználásra. De ha úgy is elgázasítom, miért ne lehetne például a konyhai, meg egyéb ilyen hulladékokat mellé gázasítani? És akkor elkezdem rászállítani a szerves hulladékokat, beleértve a nádat, az uszadékfát, a konyhai hulladékot, mindent, ami így képződik, szennyvíztisztítási iszapmaradékokat az iszapterületről. Ez persze azt jelenti, hogy egyre inkább kiszorul a szén. Nem kell, hogy kiszoruljon, mert azt csináljuk, hogy egyre inkább átmegyünk ebből a gázból, nem villamos energiát termelünk, hanem üzemanyagot. Kevesen tudják, hogy szintetikus üzemanyag a Shell V-Power is. Bármilyen meglepő. Szintetikus üzemanyaggal repülnek a B-52-esek. Ez tiszta, jól számítható, jól kalkulálható üzemanyag. Na most üzemanyagból nem tudok annyit termelni, ami elég. Magyarul hosszú távra megvan a biztos piac, nem az, hogy holnap újra bezárjuk a gyárat. Viszont így egyre nagyobb gázmennyiséget áramoltatok át a üzemanyagtermelésbe, de hát ez nem úgy van, hogy csak benzin keletkezik, meg csak dízel. Mellette van egy kis ilyen viasz, olyan viasz. Na most, ha ezeket a melléktermékeket irányítom vissza a gázturbinára, akkor ő már csak tiszta anyaggal dolgozik. Tehát maga a turbina az egy melléktermékkel dolgozik, a bánya az pedig rátermel a gázosító egységre. Itt volt a fűzfői erőmű. Első közelítésben szovjet-orosz tulajdonokba került, mielőtt ezek teljesen bezárták. Hát ennek több oldala volt, hogy miért. Az egyik az, hogy egy erőmű az mondjuk 30%-os hatásfokkal dolgozik, ami bizony nem egy nagy biznisz áramtermelésre vetítve. Ezért szokták úgy, hogy a melléktermékként képződő hulladékhő, ami általában meleg víz, forró gőz formájában jelentkezik, ezt is eladják, így 60%-os energiafelhasználással már nagyjából gazdaságossá tehető. Az egyik probléma az, hogy a fűszői gyártelep bezárt, nincs kinek átadni a hulladékhőt, és ezért így gazdaságtalan lett. A másik az, hogy és ez a fő probléma az véleményem szerint, hogy a vásárló új orosz tulajdonosoknak, vagy a mögöttük álló, most teljesen mindegy, hogy itt a Pál László szocialista miniszter úr háta mögött orosz tulajdonosok állnak, nevezzük nevén a dolgokat, nekik nem érdekük, hogy itt valakinek is felvirágozzon, meg jó menjen, nekik az érdekük, hogy az orosz gázt jó áron eladják bárhol. Ezért erre az erőműre nem volt szükség, az, hogy ezzel itt több ezer embert lesöpörnek, annyi. Hát nekünk nem annyi. Egy erőműnek van egy másik része is, hogy betáplálom az országos rendszerbe. Itt ez adva volt, hát mit érik, ki van építve minden, rá van csatlakoztatva. Most üresen lötyög ez a vezeték. Ha a szelektív hulladékgyűjtőből a szerves hulladékot áthozom legázasítani, el tudom indítani újra a gázturbinákat. Simán megy.
csak nem drága földgázzal, hanem filléres hulladék gázzal. Ez konkrétan, ez az erőmű, ez 20 ezer megawattórát plusz gőzt termel. Ehhez felhasznált ugye 16.446 tonna per év földgáz. Ezt mi helyettesíteni tudjuk ilyen hulladékgázzal 37.500 tonnával. Körülbelül ez azt jelenti, hogy egy 40.000 tonna hulladékot tudunk feldolgozni, ami legalább nem foglalja ott a helyet. Na ez jelenti a zöldipar megteremtését. Van lehetőség. Ki kell használni. Tehát ha itt a önök segítségével a Jobbik és a Kepi képviselő úr, ugye tud ebbe a témába mozdulni, akkor mi igen tudunk nagy összegeket kitermelni, munkahelyeket teremteni, és így tartalmat kap a szebb jövő. Tehát nem csak hangoztatjuk, meg tudjuk csinálni.